Sokkolt a Szekszárdot és az országot az, ami idén márciusban történt az egyik családban. Egy 19 éves férfi saját 6 éves unokahúgát gyilkolta meg. Bártolna megyében nem jellemző az ilyen brutális gyilkosság, a családon belüli erőszak jelen van, mondja Kitanics Márk, igazságügyi szakpszichológus. Én azt tapasztalom, hogy nagyon jellemző. Tehát az, hogy a sajtóhoz nem jut el, vagy a közvéleményhez sok ilyen eset nem jut el, eleve azt gondolják, hogy a gyermekek jogai ne csorbuljanak és ne sérüljenek, általában ezeket nem szokták sajtó nyilvánossá tenni. Nagyon sokszor ugye zárt ajtók mögött is tárgyalják ezt a tárgyaláson is, tehát nagyon sok ilyen ügy van, csak kevésbé kerül ez valahogy be a köztudatba. Az Országos Kriminológiai Intézetnél 2003 és 2019 között 8000 vizsgálatot végzett el Kitanics Márk. Az általa vizsgált esetek mintegy harmada gyermek ellen irányuló bűncselekmény volt. Bár rengeteg eset marad rejtve, a statisztika szerint évente 7000 gyermeket bántalmaznak családtagjaik. Ez alatt nem csak a verést, az éheztetést, a csonkítást vagy a szexuális erőszakot értik a szakemberek, hanem a pszichés bántalmazást is, vagyis az elutasítást, a megalázást, a gúnyolást, az irreális elvárásokat is. A pszichológus azt mondja, mindig van jele, ha egy gyereket bántalmaznak otthon. Azt kell vizsgálni, hogy milyen eltérések vannak az átlagostól. Tehát vannak olyan gyermekek, akik a személyiségszerkezetüknél fogva inkább úgy reagálnak erre, hogy bezárkóznak, szorongóvá válnak, a társas interakciókat nem megfelelően működhetik, míg a másik véglet egy figyelemzavaros, nehezen koncentráló, indulatos, agresszív gyermek. Ezek gyakorlatilag olyan jelek, amelyek az átlagostól eltérőek, és hogyha az átlagostól eltérő jeleket vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezeknek van valami a hátterében, akár egy bántalmazottság. November 20-án ünnepli a világ a gyermekjogi egyezmény elfogadásának 30. évfordulóját. Az egyezmény azonos jogokat biztosít minden gyermek számára az egész világon.